Kedves nézőink, Önök a Zsolca TV adását látják a UPC Felső Zsolca és Ongai hálózatán. Műsorunk második évfolyamának 12. adását követhetik nyomon, ha velünk tartanak az elkövetkezendő bő fél órában. Nézzünk képes híreinket! Március 15-i megemlékezések a Hősök terén. Elhunyt Tóth László atya. A Matyó csapatot fogadta a Zsolca. Március 20-án tartotta a Felső Zsolca város képviselőtestülete soron következő ülését. A grémium 5 napi rendi pontot tárgyalt. Műsorunk elején az ülésről készült összefoglalónkat láthatják. A testületi ülés, mint mindig most is a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóval kezdődött. Fehér Attila polgármester ebben kitért a sportcsarnok szerződés kötésének március végére való halasztására és a kisvárosi önkormányzatok országos érdekszövetségébe való belépésre is. A grémium az aktuális igényekhez és jogszabályi előírásokhoz igazítva felülvizsgálta a szervezeti működési szabályzatát, az ezzel kapcsolatos változások a pénteken megjelenő zsolcai hírmondóban lesznek olvashatóak. A város egészségügyi helyzetéről és szociális ellátásáról dr. Dudás Csilla tartott beszámolót. Az ülést követően arról kérdeztük a Zsolca TV kamerája előtt, hogy mit mutatnak a statisztikák. Jót is, rosszat is. A jó az az, hogy körülbelül azonos a gondozott betegeknek a száma az elmúlt évek viszonylatában, de rossz abból a szempontból, hogy lényeges javulás nem történt, a ellátott betegek száma nem lett kevesebb, illetve a krónikus betegségben szenvedők száma sem lett kevesebb. Várhatóan a feladat az mégiscsak az, hogy az egészségi állapotot javítsuk, tehát egyre kevesebben szoruljanak orvosi ellátásra, az elsődleges szempontnak, a megelőzésnek, illetve az egészségnevelésnek kell lenni, hogy minél kevesebb ember betegedjen meg krónikus betegségekben. Egyfajta nevelő szándék volt a vizitdíj bevezetése is. Csökkent az orvoslátogatók száma a vizitdíj bevezetése óta? Nem. Lényegesen nem csökkent a betegek száma. Egyrészt azért nem, mert ugye a krónikus betegeknek a gondozásra el kell járniuk. Másrészt meg azért sem, mert ugye most a tavaszi időszakban a vírusos fertőzések száma az minden évben gyakorlatilag körülbelül ugyanannyi, tehát ezek a betegek úgyis orvoshoz fognak fordulni. Azt látjuk, hogy a vizitdíj előtti hirtelen kiugrás az már lecsengett, és a vizitdíj bevezetése után pedig egy átlagos 40-50-es betegforgalom, ami egyébként a megelőző időszakban is jellemző volt, azt ért vissza. Itt a testületi ülésen is felmerült, hogy a gyermekorvosi rendelő beázik, vizes. Van-e lehetőség ennek orvoslására? Hát már ez régi probléma, hogy az a szárny az egészségügyi intézményben, amelyikben a gyermekorvosi részleg is található, illetve hát a fogorvosi rendelők elhelyezkednek. Ezeknek a műszaki, illetve építészeti állapota meglehetősen rossz. Erről készült tavalyi évben egy felmérés, és hát azt látjuk, hogy ebben mindenféleképpen előrelépéseket kell tenni, és hát abban reménykedünk, hogy olyan pályázati lehetőséget fogunk találni, amivel erre egy végleges megoldást találhatunk. Nem csak annyit, hogy itt-ott éppen csak megjavítgatjuk, hanem esetlegesen egy nagyobb rekonstrukcióra is mód lehetőség nyílhat. A GAMESZ éves beszámolójával kapcsolatban több képviselő is hozzászólást intézett az ülésen, részint az illegális hulladéklerakók, részben pedig a legutóbbi lomtalanítás ügyével kapcsolatban. A 2005-2006-os évről számoltam be a képviselőtestület előtt a városüzemeltetési és a kommunális feladatok ellátásáról. Ebbe gyakorlatilag beletartozik a településnek a közvilágítása, a köztisztasági feladatok, a közutak, ezeken belül az útfenntartás és az útfelújítás, útüzemeltetési feladatok. Külön kiemelten foglalkoztunk a téli síktalanítással, bár ezen a télen ezt a természetjóvoltából megúsztuk. A vízellátás plusz szennyvíz kezeléssel foglalkoztunk még, a lakásgazdálkodás, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről adtunk számot, illetve a településen feltalálható és szabadon sétáló kóbor ebekről is egy rövid tájékoztatót adtam a testületnek.
Itt a testületi ülésen felmerült, hogy a múlt heti lomtalanítás nem volt teljes körű a városban, kimaradtak utcák. A szolgáltató március 14-ére ütemezte be a város lomtalanítását. A mi ellenőrzésünk és a AVE jelzése szerint 5 utca maradt ki belőle. Ezt a jövő héten 28-án pótolja a szolgáltató. A képújságból közzétesszük a városlakói számára, hogy mely utcák ezek. Egyet kérünk, hogy a veszélyes hulladékokat azt ne rakják ki, mert azt nem fogják elszállítani, és bízunk abba, hogy ezzel a pótlomtalanítási akcióval a közterületekről ezek az anyagok el fognak tűnni. Felmerült itt a testületi ülésen az is, hogy március 15-én nemzeti ünnepünkön viszonylag kevés zászló volt kint Felső Zsolcán. Az önkormányzati rendeletbe meghatározott útvonalakon a zászlókat kihelyeztük. Egyedül a Dózsa-György utcán volt ritkában a zászló, ott minden harmadik zászlótartó maradt üres, mert a korábbi állami és városi ünnepeken annyi zászló eltulajdonításra került, hogy most csak ennyit tudtunk kirakni, de a város vezetésétől megkaptuk a utasítást és a engedélyt arra, hogy ezt a következő állami ünnepre varrással, tehát zászlók megvarásával pótoljuk, és ezt meg tudom ígérni, hogy a következő állami ünnepen ezek már pótolva lesznek és kihelyezésre kerülnek. A pontos időpont és az érintett utcák várhatóan március 21-től lesznek olvashatóak a Zsolca TV képújságjában. A testületi ülés utolsó napi rendi pontjaként az általános művelődési központ igazgatói pályázatának kiírásáról döntöttek a képviselők. Az AMK vezetői posztjára kiírt pályázatot legkésőbb június 30-áig bírálják el. Kérdezzünk meg 100 magyart itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe. Legalább 99 gondolkodás nélkül fogja rávágni március 15-e. A Szabadságharc 159. évfordulóját ünnepelni idén is sokan gyűltek össze a Hősök terén. A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. A felsőzsolcai ünnepség reggel 10 órakor kezdődött. Lukács Gábor színművész, a nyugdíjas férfi népdalkör, a Rozmaring népdalkör, a Zsolca tánc együttes, valamint a Tényleg zenekar közreműködésével. A formája az egy hagyományos, klasszikus forma Felső-Zsolcán, mindig napján, március 15-én délelőtt 10 órakor szoktuk tartani itt a Zsolcai csata emlékművénél, mióta itt van, a régi helyén, amikor még megvolt 20 lépés arrébb, akkor ott. És egy klasszikus ünnepség kell, hogy legyen, hiszen azt hiszem, hogy a magyar nemzeti ünnepek közül mindenkinek március 15-e az, ami a szívéhez a legközelebb áll. Épp azért, mert az a magyar nemzet, ez egy ilyen úgymond kuruc nemzet. Március 15-e egy jelképpé vált ünnep, nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki, ahogyan ezt Tóth J. László politológus ünnepi köszöntőjében ki is fejezte. A magyar identitás szempontjából ez az egyik döntő nap, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy a magyar kulturális életbe a március 15-én történtek, illetve az azt megelőző, majd az azt követő
a kulturális életben lezajlott mozgások milyen a szellemtörténetben milyen jelentőséggel bírnak, akkor itt egyértelműen arról van szó, hogy ez az a korszak, amikor a modern magyar nacionalizmus a szónak jó értelmében megteremtődött, létrejött a nemzeti identitás, és gyakorlatilag a Habsburg házzal szemben ugye fellépett először a magyar nemesség, aztán a magyar középnemesség, majd a polgárság, és tulajdonképpen a jobbágyság, azt kell, hogy mondjam, hogy az egész társadalom ekkor eszmélt rá arra, hogy végül is mi olyan értelemben is magyarok vagyunk, hogy önálló kultúránk van, önálló entitásunk van, és nem feltétlenül szükséges az, hogy ez az önálló magyar nemzet, ez úgy éljen, hogy mások irányítsák az életét, és mások felügyeljék. Tehát ilyen szempontból ez egy történelmi fordulópont volt. 1848-ban, a hatalmas nemes korban, nemesi volt jog csatalom, őnes úri a sok vagyon, ilyen Kossuth Lajos. Kitették már a szent zászlót, a nemzeti színlobogót. Gyertek, álljunk alá sorba, mint a páink 48-ban, ilyen Kossuth Lajos. 159 évvel ezelőtt tehát megmozdult egy nemzet. Párizsból és Bécsből jött a hír, hogy forradalmak, népfelkelések robbantak ki, és ez a fuvallat hazánkra orkánszerűen áttevődött. Több évszázadnyi szenvedésből kiáltott fel a magyar nép 1848. március 15-én. Egy olyan tiszta eszméért fogott össze, amelyért manapság is, még a 21. század első éveiben is oly sok nép harcol, a nemzeti szabadságért és a függetlenségért. Néhány évvel ezelőtt olvasgattam a korábbi március 15-ékről, hogy a különböző korszakokban ezt ugye, hogy ünnepelték. Általában sajátja volt a majdnem minden korszak, majdnem minden rendszerben sajátja volt ennek az ünnepnek, hogy az uralkodó hatalom is ki akarta sajátítani egy kicsit. Tehát persze volt, amikor Petőfit volt, amikor Kossuthot volt, amikor Széchenyit vették elő, melyiknek volt szimpatikusabb. De ettől függetlenül egyik sem tudta valójában kisajátítani, és az igaz, hogy a régiről szól, mert ugye a sajtószabadság napja a mai alapvetően, ami igen nagy dolog volt, és utána a többi 11 pont is, és hát vehetjük az utolsót, hogy Unió Erdélye, hogy fogadjuk most, amikor tényleg Unióban vagyunk, most már Erdélye, tehát sokféle értelmezése, olvasata van, tehát hangsúlyozom, hogy annak ellenére, hogy a 159 évvel ezelőtti eseményekről szól, de ettől függetlenül az üzenetét fel kell lennünk mai napjainkban is, mert hát a szabadságban élünk, akik beleszülettek ebbe a szabadságba, azoknak ez természetes, akik azt megelőzően is éltek, azoknak már nem annyira, de ugye ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ki menjen a gondozunkból, és ezért az ünnep a maga méltóságával, emelkedettségével arról is kell, hogy szóljon, hogy azért most is vannak még gondok. És ehhez egy ilyen tiszta ünnep, egy ilyen
a fiatalság által, ugye 20 évesek voltak a Petőfiék, 20-as éve egy közepetáján, és ugye azért mertek ilyen bátrak lenni, mert hát nem is tudták, hogy tulajdonképpen hogy milyen nagy dolgot művelnek, tehát nem volt félelemérzetük. És ha ezeket sikerül önmagunkban, vagy beszélgetés más kapcsán, ugye honfitársainak elmondani, felelevenyíteni, akkor ez az ünnep mindig szép lesz. Az ünnepségről képes összefoglalót olvashatnak a Zsolcai Hírmondó március 23-án megjelenő számában, a zsolcatv.hu hírportál képgalériájában pedig megtekinthetik és le is tölthetik az ünnepségen készült felvételeinket. Felső Zsolca nagyasszonyára, az óvoda alapító Platidára emlékeztek március 14-én a család zsolcai kriptájánál. Az ünnepségen Zsíros Sándor helytörténész méltatta a városunk életében fontos szerepet játszó Platida messzeföldön is ismerté vált munkásságát, hiszen Felső Zsolca volt az első vidéki település, ahol az ő kezdeményezésére óvoda alakult, amit ma az AMK Krisztina óvodája néven ismerhetünk. Áll a Kossuth utcában egy kripta, amely a város múltjában oly sokat jelentő Plati család tagjainak nyughelye. Márciusban Platida születésének és halálának évfordulóján a város vezetői és az óvodások minden évben virággal érkeznek ide. Így tisztelegve a Felső-Zsolcán és a régió más városaiban is tevékeny szerepet végző Platida előtt. A megemlékezésen városunk helytörténésze Zsíros Sándor mondott beszédet, aki könyveiben részletekben menően feltárta a Plati család életútját. Ez a hátunk mögött a Szatmári király családnak a kriptája, ahol többek között nyugszik Felső Zsolca múltjának történetének egyik legnagyobb alakja, Plati Ida asszony, aki a maga korában az 1800-as években országos hírű személyiség volt, elsősorban jótékonyságáról, több tízezer gyermeknek az iskoláztatását segítette elő. Felső Zsolcán az országba elsőként óvodát emeltetett, építetett, járványkórház hozott létre, Miskolcon iskolát építetett. Egy nagyszerű asszony volt, aki kitűnő hazafias. Hazafi volt, a jó cselekedetei háta mögött mindig a nemzet, a népért való gondoskodás és szeretet élt. A családi kriptánál tartott megemlékezésen a történelmi egyházak képviselői is áldást mondtak. Mélységes bölcsességgel mindeneket intéző egyetlen teremtőnk, ki mindnyájunknak azt, ami hasznos, ember szeretőleg megadott, nyugtasd meg a te elhunyt szolgáidnak lelkét. János apostol írja, az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr kegyelme az őt félőkön. Amen. Platida olyan tárgyi és szellemi örökséget hagyott maga után, amit az utókornak ápolnia kell, hangzott el a megemlékezésen. Mindkét zsolcai óvoda vezetője úgy véli, hogy intézményünk napjainkban is méltó e szellemi örökségre.
Plattida Felső Zsoltány nagyasszonya volt, aki rendkívül haladó gondolatokat vallott magának, és ez a haladó gondolkodás az oktatásra is áttevődött, konkrétan óvodai oktatásra. Hát ő alapította az első vidéki óvodát, és ez volt a mi örökségünk, mert a mi óvodánkat, a Krisztina, mai Krisztina óvodát, a Szent Istvánok 43 szám alatt az ő nevéhez hűződik az alapítása. És mi tulajdonképpen ezeknek a elvárásoknak, ha már változott is a kor elvárása, hiszen manapság már más az óvodákkal kapcsolatos elvárás, és ezeknek a haladó szellemiségnek, ennek az elvárásnak próbálunk megfelelni. Ha esik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj, hármat fütyül egy kis madár. Háromszor hármat lüktet a dala, vígan szaporán, mint éles fugala. A tanulás a nyitniké, már kezdi is újra az éneké. Mindiké, fűzői mindiké, színen és tavasznak jönni ké. Szabad a kezdő, titkot rejtő, mondd el a vére, mit rejtnék el. Rejtem a gölgyet, rejtem a gombát, rejtem az őszet, rejtem a rókát. 1993-ban, amikor nevet kerestünk óvodánknak, sok-sok könyvet elolvastunk, és sok gondolat felébredt bennünk, hogy ki legyen az az ember, akinek tiszteletünkkel tudunk majd hódolni, és aki volt akkora nagyság, hogy intézményünket elnevezzük róla. Ekkor jelent meg, vagy ezelőtt nemréggel jelent meg Zsíros Sándor történész úr Felső Zsolcáról szóló könyve, amiből sikerült az ő életútját elég jól megismernünk, és hát elkezdtem akkor az életéről minél több információt beszerezni, és könyvtárakban és levéltárakban én is tájékozódni róla, hogy ki volt Felső Zsolca nagyasszonya Plattida. Miután mélyen beleástam magam én is az életébe, és megismertem, hogy mennyi jó cselekedete volt, úgy gondoltam, hogy ő az az ember, akinek a nevét illik Felső Zsolcán egy intézménynek viselnie. És hát azóta, 1993 óta viseli az intézményünk, és próbál az ő szellemiségének és életútjának megfelelően nevelni a gyerekeket az intézményünkbe, ahogy ő is jónak tartaná. Életének 74. esztendejében március 14-én elhunyt városunk római katolikus plébánosa Tóth László atya. A földi maradványait a miskolci minorita templomban helyezik végső nyugalomra. Az elkövetkezendő percekben a zsolcai kollégái, Vatamány Albert görög katolikus és Tar Sándor református lelkészek emlékeznek Tóth László atyára. Szomorú és megdöbbentő volt számomra, amikor hát egy telefon jött, hogy nem sokkal a mise befejezése után, hogy az én paptestvérem meghalt. Hirtelen felidéződött bennem, mint ilyenkor a mi kapcsolatunk. A kezdete visszamegy az 50-es évekre. Ők hárman voltak testvérek,
fiúk, mind a háromból római katolikus pap lett. Az édesanyjuk görög katolikus volt. Ezért szinte minden nap nem messze laktak a görög katolikus templomban mellett, és ezért oda is elmentek. Mentek a Incenti templomba, de a Buzatéribe is. Ekkor édesapám volt a buzatéri lelkész. Ő volt az ő gyóntatójuk. És amikor én felszentelődtem, és 1961-ben az első szentmisémet mondtam, akkor mind a három Tóth fiú ott volt. Aztán az élet külön vitt bennünket. Hát én elkerültem Szabolcsba, ők meg össze-vissza az Egri Egyházmegye területére. Igazi találkozás már itt Felsőzsolcán történt velük. Akkor ismertem meg, amikor ő ide került Felsőzsolcára plébánosnak. És attól kezdve voltak közös alkalmak, főképpen állami ünnepségeken is, és akkor kerültünk egymáshoz közelebb. Nagy megtiszteltetés volt a számra, hogy szeretetébe fogadott, testvéri szívébe fogadott, és igen, úgy érzem, hogy közel kerültünk egymáshoz, hitben is, Krisztus Jézusban is, és mindig elmondta éppen aktuális családi dolgait is, körülményeket, meg a gyülekezetnek a dolgait éppen, amik problémái voltak, megosztotta velem. Én, mint fiatalabb lelkipásztor, ez számra ez nagy megbecsülés jelentett. Vele is megvolt a jó kapcsolatom, de ő egy kicsit úgy visszafogottabb volt mindig, de a hívekkel szemben is, mint az ő bátyja. Ilyen természetű volt. Inkább az édesapa, mint az édesanyja természete, mert én az édesanyját is nagyon jól ismertem, hisz míg Alajos itt volt, vele volt az édesanyja, és én minden első pénteken mentem gyóntatni és áldoztatni, hiszen ő görög katolikusnak vallotta magát, és hát így is temettük el annak idején a miskolci, hát szentpéteri temetőben. László atya felsőzsolcai tevékenységéből mit tart a legfontosabbnak? Hát ő következetesen próbálta különösen a hitoktatást gyakorolni. Szegény úgy elelkeseredett, amikor valamilyen ellenállást látott vagy tapasztalt. És mindig azt mondta, jaj, nézd, hát még mindig ez a régi rendszer uralkodik bizonyos szempontból, hogy néha voltak pedagógusok, aztán szülők, akik hát úgy gondolták, hogy hát nem annyira fontos dolog ez most, és inkább választottak másfajta tantárgyat, elfoglaltságot gyermekeiknek. Megengedte, hogy a másik ember megmutassa igazán önmagát, tehát nem telepedett rá, nem akarta minden áron erőszakkal, bármiképpen lelkileg hát irányítani, hanem úgy meghagyta az embernek a szabad döntését is. Ő magyar ember volt. Most már elmondhatom, hogy úgy azért kicsit fájlalta ő mindig az, hogy valahogy a magyarságunkat nem tudjuk úgy élni, mint ahogy szeretnénk. Személyes hitének, elkötelezettségének a példaadása, a evangéliumi ihletésű prédikációi, és az, hogy szívügye volt minden léleknek az üdvössége, és hiszem, hogy ez az örökké valóságban is ugyanolyan érték, amit most is meg kellene látnunk, és a gyülekezetnek is, a romigató gyülekezetnek is, hát ezt értékelnie kellene. Azt hiszem, hogy értékelik is, de még jobban, mint ahogy eddig megtették.
talán majd most éppen, amikor elveszítettük, tűnnek majd ezek a értékek, amelyek eddig úgy az ő szelíd, meg csendes természete miatt úgy nem ütköztek úgy ki, tehát vagy nem jöttek úgy nyilvánvalóan úgy elő. Itt a felsőzsolcai működésében is, hát azt láttam, hogy a templomot szerette, a híveket úgy összefogta. Mondom, egy kicsit zárkózottabb típusú volt, de végezte a maga feladatát becsülettel. Itt hívjuk fel nézőink figyelmét arra, hogy a Zsolcai Hírmondónak a héten megjelenő 6. számában Gróf Lajos interjú kötetében is olvasható beszélgetésével emlékezünk Tóth László atyára. A bajnokság tavaszi fordulójának első mérkőzésén az FVSC a Tura otthonában játszotta, ott 1-0-ás vereséget szenvedett. Március 18-án a Zsolcai sportpályán a mezőkövesdi csapatot fogadta az FVSC. Az MB3 15. fordulóján a tabella közepén elhelyezkedő mezőkövesdese együttese komoly kihívásnak ígérkezett a Zsolca számára. A találkozón sem gólokban, sem indulatokban nem volt hiány, és szép küzdelmet vívott egymással a két együttes, még ha ezt a nézők nem is mindig így értékelték. Vasárnap délután otthonában fogadta a mezőköves csapatát a Felsőzsolca VSC. Nagy volt az érdeklődés, hiszen az NB3 15. fordulójában egy a tabellán előrébb helyet foglaló csapattal megmérkőzni komoly kihívás. Így mind a helyi, mind a vendégszurkolók komoly létszámban jöttek biztatni a focistáikat. Az első 45 perc nem sikerült túl eseménydúsra, de egy góllal gazdagodott a mezőköves csapata. Minden esetre a hazai drukkerek nem látták borúsnak a jövőt. Reggeltől ebbe a lázba értem, hogy futballmeccs. Na végre már itt a tavasz, és megyünk a futballmeccsre. Hát visszatérve a mérkőzésre, én szerintem, hát nagyon jó meccs volt, rangadó volt. Tényleg, hát ha bár mink nem vagyunk elő, hogyha jó tudom mezőköves, úgy emlékszem vissza, 5. hely, mi pedig a kieső helyen vagyunk, de nagyon jó kis meccs volt, hát 0-0 inkább. Reálisabb lett volna, hát kaptunk egy gólt, ami meg kell mondani, szép gól volt, de meg kell említeni azt is, nekünk is volt 3 szép helyzetünk. Nyitva volt kapu, minden, csak meg kellett rúgni. Na oda, gáj! A második félidő már sokkal több lehetőséget hordozott magában, és Bodnár József edző fiai kihasználva a helyzeteket ki tudtak egyenlíteni, így döntetlenre kihozva az eredményt. A bírói döntésekkel helyenként ugyan se a nézők, se az edzők nem értettek egyet, de végül a mérkőzés végén nem ez jelentette a legnagyobb problémát. Küzdelmes meccset, nagyon sok hibát vétettünk, különösen a két gólnál elkerülhető gólokat kapunk. Sajnos ez benne van a futballban, de a végeredmény azért 2-2 lett, azért egy 5. helyezettől, és ez tiszta profi csapat, a köves, tehát fizetett játékosoknak elég jó eredménynek tartom. Én szerintem biztos, hogy benn fogunk maradni. Vannak biztató jelek, jól játszottunk Turán is, ott egy bírói tévedéssel 65 percet emberhátrányba játszottunk, nagy nehezen majdnem ki is bekkeltük, 1-0-ra kaptunk csak ki. A mezőköves játékosai a játékidő végeztével nem sportszerű viselkedésükkel magukra vonták a helyi közönség haragját, és csak a rendfenntartók közbelépésével tudták megakadályozni a további atrocitásokat, de végül a Felsőzsolca csapata büszkén hagyhatta el a helyszínt. Úgy érzem, hogy NB3-as szinten egy jó mérkőzés, küzdelmes, gólgazdag mérkőzés, ahol mindkét csapat nyerhetett volna. Végül döntetlen lett. Nekem is van fenntartásom a játékvezetővel, mert 1-0-ás kövesdi vezetésnél nyilvánvaló büntetőt kellett volna ítélni és kiállítást. Helyette előnyszabályt adott, utána egy perc múlva adott egy olyan 11-est ellenünk, ami 101 mérkőzésen. A csapatnak van tartása, tehát mert rendben a hormonháztartása, másért nem, de megpróbálunk mindent meg, nem adtuk mi fel. Próbálunk azon az úton menni tovább, amit elkezdtünk, hogy fiatalokat beépíteni a csapatba, csak úgy, hogy eredmény is legyen, azért még nem könnyű ez.
Meg akartuk kérdezni a Mezőköves Dese edzőjét is, hogy mondja el véleményét a mérkőzés végi összetűzésről, a játékvezetésről és a mérkőzésről magáról, de nem volt hajlandó csak a Mezőköves Televíziónak nyilatkozni. Kedves nézőink, mai adásunknak ezzel a végére értünk. Jövő heti adásunkban többek között beszámolunk a decemberre megépülő sportcsarnok alapkőletételéről, és interjút láthatnak Sebő Ferenccel, aki a Sajóparti Nemzeti Estek vendégeként érkezik városunkba. Műsorunk ismétlésének időpontját képújságunkban olvashatják, friss híreket pedig a zsolca.tv.hu weboldalon találhatnak. Én a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!